Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a mai szentmisére összegyűlt testvéreket, különösképpen is azokat a párokat, akik eljöttek, hogy megünnepeljék Isten szent színe előtt annak évfordulóját, kerek és adott esetben nagyon szép évfordulóját, hogy egymásnak igent mondtak Isten oltáránál, házasságuk az Isten szeretetében telt, és ma köszönetet mondhatnak mindezért. Zsoltárok szavával így kezdjük mai szentmisénket. Naponta áldalak, Uram, és nevedet magasztalom mindörökkön örökké, mert jóságos vagy mindenkihez, irgalmas minden teremtményedhez. Az egyház köszöntésével így szólok ünneplő testvéreinkhez. Áldott legyen az Isten minden vigasztalás atya, aki irgalommal van irántunk. Összejöttünk, hogy megünnepeljük testvéreink házassági évfordulóját. Amikor örömükben részt veszünk, velük együtt hálát is adunk. Isten szeretete jelének tette őket a világban, ők pedig az évek folyamán megőrizték hűségüket, méltóképpen teljesítették apai és anyai kötelességüket. Adjunk hálát, szeretett testvéreim, minden jó téteményért, amit házas életetekben az Úrtól kaptatok. Őrizzen meg Isten benneteket kölcsönös szeretetben, hogy mindig egy szív és egy lélek legyetek. Kedves testvéreim, az évközi 28. vasárnapon a szentírási részeket nem cseréltük le a mai alkalomra, hanem azokat olvassuk fel, amelyeket normális esetben is ma vasárnap olvasnánk, és ebben azt fogjuk látni, hogy Jézus mindannyiunktól a szívünket, lelkünket kéri, az, hogy az életünk legyen elsősorban az övé, az életünk legyen Isten gyermeki. Éppen ezért most is egy rövid csendben vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön dicsőség, a jóvárosnak teremtője. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk téged, nagy dicsőséget.
Könyörögjünk! Urunk Istenünk, Te a házasság felbonthatatlan kötelékével összekapcsoltad ünneplő híveidet, és kegyelmeddel megőrizted bennük a lelki összetartozást, jó és bal sorsban egyaránt. Növeld és szenteld meg szeretetüket, hogy boldog családi életük a megszentelődés forrása legyen számukra és gyermekeik számára. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Foglaljunk helyet és hallgassuk meg a mai napra előírt szentírási részeket. Első olvasmányként a bölcsességi irodalomból hallunk egy nagyon gyönyörű szakaszt, amely szinte visszhangozza Salamon királynak azon kérését, aki az Isten kérdésére válaszul, hogy mit szeretne leginkább uralkodásához, bölcsességet kért. A bölcsesség az Isten szerinti gondolkodásmód a legnagyobb kincs, minden másnál többet ér egy emberi életben, hogy valaki jó úton járjon, mind az embertársi szeretetben, mind pedig az Isten iránti szeretetben és hűségben. Olvasmány a bölcsesség könyvéből. Könyörögtem és megkaptam az okosságot, esdekeltem és leszállt rám a bölcsesség lelke. Többre becsültem a jogarnál és a trónnál, és hozzám érten semminek tartottam a gazdagságot. A fölbecsülhetetlen drága követ sem állítottam vele egy sorba, mert mellette minden arany csak egy marék homok, és vele összemérve az ezüst csak sárnak számít. Jobban szerettem az egészségnél és a szépségnél, és a birtoklását a világosságnál is többre tartottam, mert a fény, amely belőle árad, nem alszik ki soha. De a bölcsességgel együtt a többi javak is mind hozzám jöttek, és mérhetetlen gazdagságot kaptam tőle. Ez az Isten igéje. Istennek legyen. Zsidókhoz írt levél szerzője, nagy valószínűséggel Szent Pál apostol egyik tanítványa, így nem véletlen, hogy a most következő rövid szentleckében, ha nem is szó szerint, de nagyon hasonlóan visszhangozza Szent Pál szavát, amikor az apostol arról tanít, hogy Isten igéje alkalmas arra, hogy mindenben helyes életvezetést nyújtson. Isten igéje az, amely fény az életünknek,
amely megmutatja, hogyan helyes az élet útján járnunk. Szent Lecke a zsidókhoz írt levélből. Testvéreim, az Isten szava eleven, átható és minden kétélű kardnál élesebb. Behatol a lélek és a szellem, az íz és a velőgyökeréig. Megítéli a szív gondolatait és érzéseit. Semmilyen teremtett dolog nem marad előtte rejtve. Minden föl van fedve, és nyitva van azelőtt, akinek számadással tartozunk. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Halleluja, halleluja. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben, amikor Jézus útnak indult, oda sietett hozzá valaki, térdre borult előtte, és úgy kérdezte: Jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus megkérdezte: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat, ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne csalj, tiszteld apádat és anyádat. Ekkor az így válaszolt: Mester, ezeket mind megtartottam, kora ifjúságomtól fogva. Jézus ránézett és megkedvelte. Ezt mondta neki: Valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amit van, oszd szét a szegények közt, és így kincsed lesz az égben. Aztán gyere és kövess engem. Ennek hallatára ő elszomorodott, és leverten távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: Milyen nehezen jut be a gazdag az Isten országába. A tanítványok megdöbbentek szavain. Jézus azonban megismételte: Fiaim, milyen nehéz bejutni a gazdagoknak az Isten országába. Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába. Azok még jobban csodálkoztak, és kérdezgették egymást: Hát akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk nézett, és folytatta: Embernek lehetetlen ez, de Istennek nem, mert Istennek minden lehetséges. Ekkor Péter megszólalt, és ezt mondta neki: Nézd, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged. Jézus így válaszolt: Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét, 100 annyit kap most ezen a világon otthont, testvért, anyát, apát, gyermeket és földet, bár üldözések közepette, az eljövendő világban pedig örök életet. Ezek az evangélium igéi. Tudjuk, kedves testvéreim, hogy katolikus egyházban elő van írva minden egyes vasárnapra, hogy milyen szentírási részeket olvassunk, és csak nagyon súlyos okból lehetséges adott esetben másikat választani, mást olvasni az előírtak helyett. Így házassági jubileumkor, vagy más kiemelt alkalommal olykor elgondolkozom rajta, hogy talán lecserélhetnénk az első látásra nem annyira odaillő szentírási szakaszt. Múlt évben is egy elég nehéz evangélium esett pont erre a napra,
és tényleg első látásra úgy tűnt, hogy sehogy sem lehet összekapcsolni a ma ünnepelt tartalommal, és ma is volt egy ilyen érzésem, de végül is úgy döntöttem, hogy nem, meghagyjuk a mai szentírási szakaszokat, mert bizony ezekből is könnyen tudunk olyan következtetéseket levonni, amelyek igencsak alkalmazkodnak akár a házasság témájához, a hűség témájához, de mindenképpen az Isten felé vezető út, az Istenben megélt élet témájához. A mai evangéliumban tulajdonképpen fordítottját látjuk a már megszokott jeleneteknek, amikor Jézus meghív egy-egy apostolt az ő szolgálatára. Ismerjük ezeket, vagy ezek többségét, a legtöbb esetben Jézus megszólítja, vagy már egy felszínesebb korábbi ismeretség alapján, vagy sokszor teljesen anélkül első látásra egyik-másik leendő tanítványát, akik követik őt, akik vállalják, hogy feladják eddigi életüket, és Jézus szolgálatába, Jézus küldetésébe csatlakoznak. Itt most pont a fordítottjával találkoztunk. Nem Jézus hívja meg ezt a gazdag ifjút, hanem ő maga jelentkezik. Hát jelentkezik legalábbis valamire. Egy első lépcsőre, egy első megközelítésre, egy első fokozatra. De felteszi az élet talán legfontosabb kérdését. Mester, mit kell tennem ahhoz, hogy elnyerjem az örök életet? Mester, mit kell tennem ahhoz, hogy üdvözüljek? Kérdezhetnénk más szóval. És a katolikus egyház katekizmusának, de egyébként a református katekizmusnak is, ha jól tudom, a legelső pontja, a katolikusnak mindenképpen a legelső pontja, ezzel a kérdéssel foglalkozik. A katolikus, legalábbis a rövid, egyszerű, így fogalmazza meg, hogy mi a mi célunk az életben, mi az életünk értelme. És a válasz fordítástól függően, de körülbelül így hangzik, az, hogy Istent megismerjük, őt kövessük, őt szolgáljuk, és eljussunk az örök életre. Eljussunk az üdvösségre. Ezt kérdezi ez az ember. Mit tegyek, hogy üdvösségre jussak? Mit tegyek, hogy az örök életet megnyerjem, megkapjam? És érdekes módon Jézus két lépcsőben válaszol. Az első lépcsőben egy olyan választ ad, ami minden emberhez szól. Mindenkihez. Minden itt jelen lévőhöz és itt jelen nem lévőhöz is. Az Isten országába vezető út nem más, mint hogy tartsd meg a parancsokat. Más szóval élj Isten tanítása szerint. Élj úgy, ahogy azt Isten emberhez méltó és Isten gyermekhez méltó életformaként megtanította. Jézus felsorolott konkrétan néhányat, de úgy is válaszolhatna, mint ahogy egyébként máskor válaszol, hogy tartsd meg a Tórát, Mózes törvényeit és a próféták tanítását. Mai szóval ezt úgy mondhatnánk, élj a Szentírást követve. De talán még pontosabb lenne úgy fordítani, illetve nem fordítani, hanem úgy értelmezni ezt a szöveget, hogy élj az örökségednek megfelelően. Mit kell tennie normális esetben valakinek az örökségéért? Azt a legtöbb esetben nem megszolgálni kell, nem megküzdeni kell érte, nem megharcolni kell, hanem egész egyszerűen jó, méltó, igaz gyermeknek lenni. Aki jó, méltó és igaz gyermek, az ajándékba kapja az örökséget. Ez pontosan így van az Isten országával is. Aki Istennek jó, méltó, igaz gyermeke, az nem megküzd az örökségéért, sőt, az Isten országát nem is lehet kiérdemelni, nem is lehet kiharcolni, az csak ajándékba lehet kapni az Istentől. Valójában Jézus annyit kér tőlünk, hogy legyünk Isten gyermekei. Legyünk Isten gyermekéhez méltó életűek. És ez a fiatal ember egy nem
mondjam azt, hogy túl bátortalan véleményt mer mondani magáról, amikor azt állítja, hogy Mester, én mindezeket kora ifjúságomtól kezdve betartottam. Melyikünk lenne az, ki lenne olyan bátor közülünk, bevallom, én nem, hogy kijelentsem Istennek, hogy én ifjúságom óta mindenben megtartottam az Istennek a törvényeit. Igyekeztem persze, törekedtem rá, de hát egyikünk sem állíthatja, hogy ő mindig és mindenben megtartotta azt, amit a Szentírás kér. Sőt, mi több, a Szentírás azt mondja, hogyha valaki azt állítja magáról, hogy neki nincsenek bűnei, az nem mond igazat, az hazudik. De azt valóban mondhatjuk talán egy ilyen pozitív túlzással, egy ilyen reménnyel teli túlzással, hát feltéve, ha így volt, hogy valóban egész életemben törekedtem Isten szeretetében élni, törekedtem Isten gyermeki életet élni. Ez a fiú önmagát jónak állítja be. Önmagát szinte tökéletesnek állítja be. De valahol érzi, hogy ez a tökéletesség hiányt szenved, mert különben nem fogalmazódna meg benne mégis ez a kétség, ez a kérdés, hogy mit kell még tennem, hogy az Isten országában éljek. Talán már itt a földön is, de mindenképpen majd azt örökölni a végén. Eddig Jézus arról beszélt, ami mindenkinek szól. És ekkor azt mondja a szentírási szakasz, hogy Jézus ránézett, megkedvelte, és valami többet kért tőle. Mégpedig meghívta apostolának. Meghívta követésébe. Értjük tehát, ami eddig elhangzott, az minden egyes emberre vonatkozik. Élj Isten gyermekeként, élj Isten parancsainak, tanításának, szeretetének szellemében. A következő lépés már csak annak szól, de annak mindenképpen szól, aki ennél többet szeretne. Aki talán a teljes életét akarja Istennek szentelni. Vagy legalábbis megfogalmazódik benne a több iránti vágy, de amikor meghallja a hívást és adott esetben annak feltételét, akkor viszont megfutamodik, mint ahogy ez a gazdag ifjú teszi. Az ő esetében a vagyon volt az akadály, másnál lehet teljesen más akadály, ami miatt az Istennek a még többre hívó szavára már nemet mond. Azt mondja, hogy nekem elég a kevés, nekem elég a minimum, bár azért tegyük hozzá, hogy a mai világban azért mennyire gyönyörű lenne, hogyha mindenki csak ezt a minimumot teljesítené, hogy betartja a 10 parancsot, hol állunk sajnos ettől. De ha legalább ennyit megtennénk, de vannak, akiket Isten erre, ennél többre hív. És ez bizony áldozatokkal jár. Isten szava szerint élni, és Isten szaváról tanúságot tenni, azt hirdetni, az teljes szívet, teljes lelket kíván. De Jézus azt mondja, hogy bármilyen életkörülmények között elkötelezetten élünk mellette, annak meg lesz a jutalma. Az Isten országának az élménye, az öröme, az ajándéka már itt a földi életben. És persze, ami azon túl van. A Szentleckében ugye arról hallottunk, hogy Isten igéje milyen csodálatos. Mindenre alkalmas. Az élet minden területén választ ad. Itt zsidókhoz írt levél szerzője, Szent Pál tanítványa, szinte Pálnak Timóteushoz írt szavait ismétli meg, kicsit másképp fogalmazva. Ugye Pál így mondja, hogy tudom, kinek hittem. Tudom, kinek vagyok a küldötte. És így folytatja a buzdítását Szent Pál, taníts, incs, bátoríts. Hányan mondják, hogy ma alkalmatlan a környezet Isten szavának hirdetésére? Hány szülő, nagyszülő, bár maga éli Isten szavát, de azt már nem meri átadni például gyermekeinek, unokáinak. Ez az idősek nagyon fontos feladata. Ferenc pápa nemrég a legfontosabb misszionáriusoknak nevezte a nagyszülőket. Bátran, mindenki, ma annyi eszköz van, oly szomorú látni, amikor például elkötelezett ifjaknak, teszem azt, akár a Facebook oldalán, alig lehet észrevenni, hogy ők kihez is tartoznak.
A hit nagyszerű, de azt nem elég magunkban tartani. Ferenc pápa arra bátorítja például a házasokat, az időseket, hogy a házasságról, házassági erkölcsről tegyenek tanúságot. Ferenc pápa ezt a szót használta nem olyan régen, hogy nehéz bombázással törekednek ma szétverni és tönkretenni a házasságot. Nem véletlen, hogy a fiataloknál lassan már az óvodásoknál kezdik. Tudatosan kiépíteni, hogy ne legyen bennük erkölcs, mondja a pápa. Szörnyű, hogy a fiatalok nagy része házasságról, hűségről, testiségről gondolkodik. Ez az alapja a társadalom szétesésének. Ez a gonosz fő célja ma és nagyon sikeresnek tűnik. A gonosz tombolva, ujjongva látja az erkölcsi züllést e téren, és ezt vághatja állandóan Isten arcába, fogalmazott Ferenc pápa. Elég kemény szavak. Pápa tehát arra bátorít bennünket, hogy házassági hűségünkkel, élettapasztalatunkkal, nagyszülői tapasztalatunkkal a már idősebbek legyenek igaz misszionáriusok, igaz küldöttek. Hirdessék az Isten örömét, az Isten szeretetét, ahogy Szent Pál mondja, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Tanítsanak igazi értékrendet, ahogy például az olvasmányban hallottuk, hogy a bölcsességet, az Isten szerinti gondolkodásmódot, az Isten szerinti értékeket világosítsák fel, ragyogtassák fel a fiatalok felé, és értessék meg, hogy ezek mennyivel többet érnek mindannál, mint amiért valójában a félvilág hajszolja magát és teszi tönkre az életét, egészségét. Legyünk tehát ilyen példák, legyünk tehát ilyen bátorító, igazi tanúságtevő Isten gyermekek. És utolsó gondolatként hadd idézzem most is azt a történetet, amit biztos hallottunk már, nagyon sokszor el szokták mondani, de én úgy érzem, hogy nagyon ideillő. A vonatnál feleségére váró öreg úr átöleli, megcsókolja az érkező asszonyt, és ez ott álló fiatalember felsóhajt: remélem, nekem is ilyen szép lesz a házasságom, hogy ennyi év után így szeretjük majd egymást. És az öregember odafordul a fiatalhoz, és azt mondja: fiatalember, maga ezt ne remélje, maga ezt döntse el. Ezt döntse el, és tegyen érte. Nem csak reménykedni kell, nem rózsaszínű álomvilágot dédelgetni, hanem kemény döntésekkel megalapozni egy igaz kapcsolatot, komoly harcok árán is fenntartani, és ezt kellene már a kezdet-kezdetén megérteni, megélni, és nem elrontani felszínes hozzáállással az egyik legszentebb áldáshoz, a szerelemhez, a házassághoz kapcsolatosan. Istennek az áldása legyen az ünneplő házaspárokon, legyenek igaz példák a fiatalok számára, legyenek bátorítóak, mert önmagában az, hogy itt vannak közöttünk olyanok, akik évtizedek óta szeretetben és hűségben, Istenben élték meg házasságukat, ez maga az élő evangélium, maga a közöttünk élő, megvalósult jézusi tanítás. Nem csak szavainkkal, jelenlétünkkel, hanem egész életünkkel legyünk tanúk, és legyünk ilyen értelemben áldás mások számára. Így adja áldását az Úr a ma ünneplőkre. Majd a Szent Mise keretében még néhány szép kis verssel, gondolattal, én magam pedig két gitáros énekkel szeretném majd köszönteni a jubiláló házasokat, bár nem vagyok egy tehetséges zenész, és gyengécsként tudok, de azért fogadjuk majd szeretettel mind az énekeket, mind pedig azokat szép verseket, gondolatokat, amelyekkel a fiatalok ajándékozzák meg az ünneplőket. Most pedig valljuk meg hitünket. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennyei és földben, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Thank you.
bűnbocsánatára, bár voltak feltámadása. Testvéreim, kérjük a mennyei atyát, aki minden közösség atya, hallgassa meg a jubiláló házastársakért végzett imádságunkat. Áld meg, Urunk, a keresztény családokat, hogy jó példájukkal tanúságot tegyenek rólad a világban. Kérünk téged. Őrizd meg a jubiláló testvéreinket a hit szerinti életben és az áldozatos szeretetben. Kérünk téged. Add, Urunk, hogy egymást mindig szeretettel segítsék földi és az örök élet útján. Kérünk téged. Családjukért vállalt gondjaikat, áldozataikat jutalmazd, Urunk, gyermekeik, unokáik ragaszkodó szeretete öreg napjaikban. Kérünk téged, hallgass meg minket. Segítsd a keresztény házastársakat, hogy gyermekeiket ígéretükhöz híven neked tetszően neveljék. Kérünk téged. Segítsd, Urunk, az itt lévő házastársakat, hogy beteg hitves társaikat türelemmel és szeretettel gondozzák. Add, hogy akiket a halál már elszakított egymástól, egykor boldogan láthassák meg egymást országodban. Kérünk téged, hallgass meg minket. Szent Háromság egy Isten, fogadj be mindannyiunkat, az élet alkonyán, az örök boldogságba és végtelen szeretetedbe. Urunk Jézus Krisztus, családok oltalmazója, áld meg a házasság évfordulót ünneplő híveidet, hogy mind halálig hűségesek maradjanak a szülői és hitvestársi hivatásukhoz, életük végén pedig te légy az ő örök jutalmuk, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Kedves testvérek, most foglaljunk helyet, énekkel és néhány szép gondolattal készülünk a házastársi ígéretek megújítására. Thank you.
Álmomban látogatóba jártam Istennél. Bekopogtam, hogy beszélgetni szeretnék vele, ha van rám ideje. Az Úr elmosolyodott, és így válaszolt. Az én időm végtelen, mindenre jut belőle. Mire vagy kíváncsi? Az érdekelne, mit tartasz legfurcsábbnak az emberekben. Azt, hogy nem szeretnek gyerekek lenni. Siettetik a felnőtté válást, majd visszavágyódnak a gyermekkorba. Azt, hogy akár egészségüket is feláldozzák, hogy sok pénzük legyen, majd rengeteg pénzt költenek rá, hogy visszanyerjék egészségüket. Azt, hogy izgatottan lesik a jövőt, hogy megfeledkezzenek a jelenről, így aztán nemhogy a jövőt, de a jelen sem élik meg igazán. Azt, hogy úgy élnek, mintha sose halnának meg, és úgy halnak meg, mintha sosem éltek volna. Atyaként mit szeretnél, hogy gyermekeid mely tanúságokat jegyezzék meg? Tanulják meg, hogy senkiből nem lehet erővel kicsikarni a szeretetet. Hagyni kell, hogy szerethessenek. Nem az a legértékesebb, hogy mi mit szeretnénk az életben, hanem az, hogy kik állnak mellettünk. Tanulják meg, hogy nem célszerű másokhoz mérni magunkat, saját magunkhoz képest legyünk elbírálhatóak. Fogadják el, hogy nem az a gazdag, akinek a legtöbbje van, hanem az, akinek a legkevesebbre van szüksége. Tanulják meg, hogy csak néhány másodperc kell ahhoz, hogy mély sebeket ejtsünk azokon, akiket szeretünk, ám sok-sok év kell ahhoz, hogy ezek a sebek begyógyuljanak. A megbocsátás gyakorlásának útján lehet megtanulni. El kell fogadni, hogy vannak olyanok, akik mélyen éreznek, de nem tanulták meg kimutatni érzéseiket. Meg kell tanulni, hogy bármit meg lehet pénzen venni, csak boldogságot nem. Két ember nézheti ugyanezt a dolgot, és mégis két másféle dolgot látnak. Meg kell tanulni, hogy az az igazi barát, aki mindent tud rólunk, és mégis szeret. Nem mindig elég, ha mások megbocsátanak, meg kell bocsátani magunknak is. Búcsúzásnál megköszöntem a szavait, ő pedig így válaszolt. Az emberek elfelejtik majd, hogy mit mondtál, mit csináltál, de arra mindig emlékezni fognak, hogy érzéseket ébresztettél bennük. A plébánia képviselőtestületének nevében kívánok egészséget, szeretetet, hosszú, áldott boldog éveket az ünneplő házaspároknak. Cimerman Nikolett, nagyszüleim házassági évfordulójára. Egy pillanat volt csupán, csípő szemek találkozása, s lám, mi lett mostanra? Mennyi öröm, mennyi hála! Egy pillantásból szökkent, cseppnyi varázs lángja szövi, mi két embert szorosan, örökre összeköti. Nagyobb tiszteletet nem hozhat semmi más, mint mikor végsőkig küzd karöltve két társ. Az élet, mint a hullámvasút, fel vagy levet éppen, de biztonságban vagy egy erős, biztos kézben. Sok-sok kudarc, megpróbáltatás igazság nélkül, mégiscsak a szép emlék vésődik emlékül. Hiszen egymást támogatva együtt harcoltatok. Így tellettek, múlottak az évek és a napok. S mostanra sok évtized, hogy az álom tart. Hozott magával jót, rosszat, szeretetet, perpatvart. S bár nem édes szavakkal, csókokkal szerettek, a törődés kincsei kötik össze létetek.
Un Magdolna, házassági évfordulóra. Mert te értem születtél, és én érted születtem. Minket úgy alkotott Isten két keze, hogy általa legyünk kincsei egymásnak, s abban örök időt nyerjen az élet értelme. Nekünk együtt kell élni, és együtt kell halni. Külön-külön már úgysem léteznénk. Ezért fogod a kezem, és én el nem engedem soha, mert én még élek, szorítom a tiédet. Csak a szeretet, amit adhatok. Csak a szeretet, amit kapni akarok. Csak a szeretet, ami feléd hajt. Egyé tesz, és nem hoz bajt. Csak a szeretet, miből élet fakad. Csak a szeretet, ami jelen marad. Csak a szeretet, ami jövőt teremt. El nem hagy, és boldogságot jelent. Csak a szeretet, ami örömöt ad. Csak a szeretet, ami megtarthat. Csak a szeretet, mivel ébredtem, s vele nyugszom, ha végeztem. Jó érezni azt, hogy szeretlek, nagyon, és egyre-egyre jobban. Ott bujkálni a két szemedben, rejtőzködni mosolyodban. Érezni, hogy a szemeid már szemeimben élnek és néznek, s érezni azt, hogy szép, veled szép, és csak veled teljes ez az élet. Köszönöm szépen szolgálattevőknek, lányoknak, nagyon szép verseket hallhattunk, most pedig ének következik, és aközben kérem szépen a segítők vezetésével, hogy jubiláns párok fáradjanak ki egy félkört alkotva, akiknek ez nehézséget okoz, nyilván igyekezzenek úgy állni, hogy a padra vagy a székre leülhessenek. Nagyjából csak egy 5-6 percet kellene állni, de amennyi, hogyha az is gondot okoz, akkor tudjanak leülni a padra. Köszönöm szépen, akkor vonuljunk ki. Megvárjuk még, amíg a rózsákat mindenki kézhez kapja. Kedves jubiláló testvérek, ti, akik Isten akarata szerint jó és bal sorsban, oly sok évtizedig felbonthatatlanul szent házasságban éltetek,
most a jó Istennek hálát adva, újítsátok meg egymásnak tett szent ígéreteiteket. Az egyház nevében kérdezem tehát tőletek, akartok-e sírig tartó hűségben és egymás segítő szeretetben élni továbbra is Isten segítségével? Akarunk. Akartok-e, mint a világ világossága, hitetekről és a felbonthatatlan szent házasságról jó példát adni a világnak Isten segítségével? Akarunk. Akarjátok-e, mint a házasságkötéskor és gyermekeitek megkeresztelésekor ígértétek, gyermekeiteket és a rátok bízott unokákat Isten félelemben nevelni és segíteni? Akarjuk. Isten kegyelme segítsen titeket, hogy a sok évvel ezelőtt tett ígéreteteket, amint azt most ünnepélyesen megújítjátok, mindvégig megtartsátok, és a hűségeseknek ígért örök élet jutalmát elnyerjétek Istentől, az Atyától, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Kedves ünneplő házastársak, Isten és az Anyaszentegyház színe előtt örök hűséget esküdtetek egymásnak. A házas élet sok kegyelmének betetőződése ez a mai ünnepnap. Szívetek ma tele van hálával Isten iránt. Az elmúlt évek sok öröme az ő ajándéka volt, de ő állt mellettetek a szenvedésben is. A hűséghez ő adta az erőt. Gyermekekkel és unokákkal áldott meg titeket. Szeressétek továbbra is az Isten. Ő legyen legfőbb kincsetek és végső célotok. Ne csak időben, hanem lelkületben is jussatok egyre közelebb hozzá, hogy egykor, mint hűséges szolgáit fogadhasson titeket, és az örök élet boldogságát adhassa jutalmul. Szeressétek továbbra is egymást. Uralkodjék köztetett békesség és egyetértés. Egymás gyengéit viseljétek kölcsönös türelemmel. Hordozzátok közösen az élet terheit. Ezzel is gyűjtsetek magatoknak kincseket, melyet a moly el nem pusztít, a rozsda meg nem emészt. Ti pedig az ünneplő házaspárok gyermekei és unokái, tiszteljétek és szeressétek őket, könnyítsétek meg életüket, kíméljétek őket a keserűségtől, és fizessétek vissza mindazt, amit gyöngéd és áldozatos szeretetükben rátok pazaroltak. Éljetek úgy, hogy örömük teljék bennetek, és büszkeséggel tekintsenek rátok mindenkor. Kedves jubiláns házasok, most egy szép fogadalmat, egy szép imát, imádkozzunk együtt, én előre mondom a sorokat, és kérem, hogy mindannyian válaszoljuk az ígéretet. Jézusom ezen szent órában, Jézusom ezen szent órában, köszönöm neked hitves társamat, köszönöm neked hitves társamat, akivel te örökre egybekötsz engem, akivel te örökre egybekötsz engem. Köszönöm minden munkáját, könnyét, mosolyát. Köszönöm minden munkáját, könnyét, mosolyát. Köszönöm minden értem hozott áldozatát. Köszönöm minden értem hozott áldozatát. Köszönöm neked az éveket, amiket együtt tölthettünk. Köszönöm neked az éveket, amiket együtt tölthettünk. Köszönöm a gondokat, amiket egymással megoszthattunk. Köszönöm a gondokat, amiket egymással megoszthattunk. Köszönöm neked, hogy ő az enyém. Köszönöm neked, hogy ő az enyém. Köszönöm, hogy hibáim ellenére sem veszítettem el szeretetét. Köszönöm, hogy hibáim ellenére sem veszítettem el szeretetét. Mert mindezt megköszönöm, házassági eskümet megújítom. Mert mindezt megköszönöm, házassági eskümet megújítom. Esküszöm, hogy soha el nem hagyom. Esküszöm, hogy soha el nem hagyom. Holtomig, holtáig semmiféle bajban. Holtomig, holtáig semmiféle bajban. Isten engem úgy segéljen. Isten engem úgy segéljen. Add meg, Uram, nekünk, hogy téged szeretve, add meg, Uram, nekünk, hogy téged szeretve, egymást szeressük, és a te szent törvényed szerint élhessünk. Egymást szeressük, és a te szent törvényed szerint élhessünk. Amen. Most pedig, kedves testvérek, szentelt vízzel fogom megáldani, meghinteni a párokat.
utána pedig kérem, hogy férfiak egy csók, egy puszi kíséretében adják át a rózsát, amit a kezükben tartanak feleségüknek, majd pedig Dávid atyával együtt egy kis imafüzetet fogok ajándékba adni, és amikor ezt az imafüzetet megkaptuk, akkor helyre fáradhatunk majd a padba, és már a padból hallgatjuk majd az utána következő további egy verset és imádságot. Hát most az áldás a szentelt vízzel, a mindenható Istennek, az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek áldása szálljon le reátok, és maradjon veletek mindenkor. Amen. Sáfár Kinga, házasság évfordulóra. Rég volt már, hogy egymásra találtatok, az idő hamar elrepült. Együtt éltétek le életeteket, mely oly sok fáradtságba került. Boldogság kísérte utatokat, a végsőkig kitartott szerelmetek, kiálltátok az élet próbáit, amiért dolgozni, harcolni kellett. S ím, most oly sok évnyi házasság után még mindig velünk vagytok. Büszkén tekintenek rátok gyermekeitek,
s csodálattal unokáitok. Hálásak vagyunk, hogy értünk, annyi mindent tettetek. Terelgettetek az élet útján, segítettetek, felneveltetek. Ha egy apró esés után szemünkből a könny kicsordult, ti megvigasztaltatok mondva, mire katona leszel, meggyógyul. Megtanítottatok a helyesre, a jóra, vigyáztatok rán gyermekkorunkban. Mosolyt csaltatok az arcunkra, fogtátok kezünket a bajban. Most, hogy már felnőttünk, köszönettel tartozunk nektek, és szeretettel kívánjuk, hogy legyen hosszú, boldog életetek. Apacs indián házassági áldás. Most nem fogjátok érezni az esőt, mert mindegyikőtök sátor lesz a másik számára. Most nem fogjátok érezni a hideget, mert mindegyikőtök meleget fog árasztani a többiek felé. Most nem lesz többé egyedüllét, most ti két személy vagytok, de csak egy élet áll előttetek. Legyenek a földön együtt töltött napjaitok, jók és hosszantartók. Ír áldás. Legyen időd a munkára, ez a siker ára. Legyen időd a játékra, ez az örök ifjúság titka. Legyen időd a nevetésre, ez a lélek muzsikája. Legyen időd a gondolkodásra, ez az erő forrása. Legyen időd az olvasásra, ez a bölcsesség alapja. Legyen időd, hogy kedves légy, ez a boldogsághoz vezető út. Legyen időd az álmodozásra, kocsidat majd egy csillaghoz vezeti. Legyen időd, hogy körülnézz, túl rövid a nap ahhoz, hogy önző légy. Legyen időd, hogy szeress és téged is szeressenek, ez isteni kiváltság. Ima házastársért. Uram, Istenem, te azért dobbantottad össze szívünket, hogy egy életen át boldoggá tegyük egymást. De te tudod a legjobban, hogy a boldogság mennyi áldozattal jár. Te tudod a legjobban, milyen szeretet lehet biztosítéka az igazi boldogságnak. Apostolod erről a szeretetről írta a legszebb himnuszát. Az igazi szeretet türelmes, jóságos, nem féltékeny, nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, és mindent elvisel. Ha te ezt üzented a szeretetről apostolod által, biztos van ilyen szeretet, és csak az ilyen szeretet tehet igazán boldoggá bennünket. Mi segítségedet, erődet kértük házasságkötésünkkor. Most azt kérem, segíts így szeretni, és add meg nekünk az ebből fakadó boldogságot. Mert tiszta emberi erővel lehetetlen így szeretni. Én pedig akarom ilyen szeretettel széppé tenni hitvestársam és családunk életét. Akarom, hogy annak a boldogságnak a fénye ragyogja be hajlékunkat, életünket, amelyet ez az áldozatos, mindent vállaló szeretet adhat meg nekünk. Szűz Mária és Szent József, ti biztosan így szerettétek egymást. Járjatok közbe értem, értünk, hogy példátokat követve életünk zengje a szeretet szép himnuszát. Krisztus, ami urunk által. Amen. Dicsérünk és áldunk téged, mindenek teremtő Istene, aki kezdetben férfit és nőt teremtettél, hogy élet és szeretet közösséget alkossanak. Hálát adunk itt jelenlévő ünneplő szolgáid házastársi közösségéért, hogy azt te megáldottad, mint egy képmást bemutassák Krisztusnak az egyházzal való egységét. Tekints ma rájuk jóságosan, és akiknek közösségét öröm és szenvedés közt is megőrizted, azoknak házastársi szövetségét újítsd meg szüntelenül, növeld szeretetüket, erősítsd a békekötelékét, hogy a közöttük lévő gyermekekkel együtt mindig élvezzék áldásodat, Krisztus, a mi Urunk által.
Imádkozzunk, testvérek, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezemből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára. Istenünk, fogadd el híveittől a hálaadó áldozat adományát, hogy váljék számukra a béke és a boldogság el nem apadó forrásává, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Emeljük fel szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te atyai jóságból teremtetted az embert, és olyan nagy méltóságra emelted, hogy a házastársak életszövetsége számunkra teremtő jóságodat tükrözi. Mert akit szeretetből alkottál, a szeretet útjára hívott szüntelen, hogy így kegyelmedből örök szeretetednek részese legyen. Az emberi szerelmet megszenteli a házasság szentsége, s ha te szereteted jelévé teszi, Krisztus, a mi Urunk által. Most ezért az angyalokkal és összes szentekkel együtt dicsőséget himnuszát ő által az engő, és vég nélkül énekeljük. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőttünként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kihontaték a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Balázs érsekünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a szent lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünk neki Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit.
Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
Michel Coa atya a házasságról. Házasságot kötni annyi, mint elfogadni egymást, egyesülni egymással a lét három szintjén, fizikai, érzelmi és lelki szinten. A hitves társak testi egyesülése azt jelenti, hogy egymásnak tudatosan, önként, szerelemből odaadják magukat azért, hogy egymásnak és egy harmadiknak, a gyermeknek ajándékozzák önmagukat. Ez tehát lényegében véve kizárja az önző gyönyört. Egyesülni lelkileg annyi, mint bizalommal kicserélni egymással minden gondolatot, érzelmet, benyomást, kételyt, bánatot, tervet, álmot, örömöt, csüggedést, közössé tenni egész belső világotokat, egész fejlődésében. Egyesülni lelkileg annyi, mint kölcsönösen megteremteni egymásban ugyanazt az akaratot, hogy befogadjátok és szeressétek testvéreiteket, hogy találkozzatok és egyesüljetek Istennel. Egyesülni lelkileg annyi, mint egymás számára lemesztelenítve és áttetszően megjelenni együttesen Isten előtt, mint két imára kulcsolt kéz. Ha csak egy testet jegyzel el, hamarosan megismered, és már másikat kívánsz meg. Ha csak egy szívet jegyzel el, hamarosan kimeríted, és egy másik szív fog vonzani. Ha egy embert jegyzel el, még többet mondok, Isten gyermekét, akkor, ha te is úgy akarod, szerelmed örök lesz. Mert a végtelen, amely túlmutat a férfin és a nőn, lehetővé teszi számukra, hogy örökkévalóvá tegyék szerelmüket. Nem az én hibám megváltozott, nem te változtál meg? És ha megváltozott, miért csodálkozol? Élővel kötöttél házasságot, nem pedig márvány szoborral. A szerelem nem egy pillanatra szóló, hanem örökre szóló választás. Szeretni egy férfit, egy asszonyt, annyi, mint egy tökéletlen lényt, egy beteget, egy gyengét, bűnös szeretni. Ha valóban szereted, meggyógyítod, támogatod, megmented. Házasságunkat elfogadni annyi, mint hitves társunkat elfogadni, de végső fokon annyi is, mint Jézus Krisztust, a megváltót elfogadni. Könyörögjünk! Istenünk, te családi asztalodnál, itt az oltárnál, vendégül láttad ünneplő híveidet, gyermekeikkel, rokonaikkal és barátaikkal együtt. Adj nekik erőt és buzgóságot, hogy lankadatlanul haladjanak a kölcsönös szeretet útján, és kegyelmedből a mennyei lakomán is együtt legyenek. Krisztus, a mi Urunk által. Sok szeretettel és hálával szeretném megköszönni mindazoknak, akik elfogadták a meghívást és eljöttek mai ünnepünkre. Külön hálás szeretettel köszönöm mindenkinek a segítségét, aki ennek az ünnepnek az előkészítésében és lebonyolításában részt vett. Kiemelten is Kutiné dr. Kovács Máriának az előkészítő munkát, valamint a felolvasóknak, szolgálattevőknek, gitárosoknak, kórusnak, a Karitász munkatársainak, akik az agapét készítik elő, illetve minden más módon segítőnek, minisztránsoknak hálás köszönetem. Jövőre is megtartjuk az ünnepet, aki jövőre fog évfordulós lenni, számítson is erre, és várjuk már szeretettel. Most majd a Szentmise után egy süteményre, egy üdítőre nagy szeretettel várjuk az ünnepelteket és hozzátartozóikat a közösségi házban, illetve a minisztránsokat is.
Rövidre fogva csak néhány hirdetést, az első áldozóknak folytatódik a felkészítés szombaton reggel 10 órakor, mármint azoknak, akik önkormányzati iskolába járnak, közülük ketten még az idén egyáltalán nem voltak, tehát bátorítjuk, hogy jöjjenek. Közös alkalom tegnap volt, arról ugye az egyharmada hiányzott, legközelebb november 23-án lesz közös alkalom. Élő rózsafűzér lesz kedden, délután 2 órai kezdettel itt a templomban, majd keresztül a városon, plakáton olvashatjuk a bővebb programot, mindenkit várunk szeretettel. 8-tól fölfelé, ha valaki még jelentkezni a bérmálási csoportba, szeretettel várom. Jövő héten missziós vasárnap van, a persejgyűjtés a missziók javára történik, jó szívvel adakozzunk a szegény országok hitbeli erősítésére. A tompai templom búcsúra október 23-án 10 órakor kerül sor, amelyre Gessler Péter atya nagy szeretettel hívja a halasiakat is. Én egy szentföldi zarándoklatot szervezek március 24-e és április 1-e között, egy 9 napos, nagyon gazdag tartalmú zarándoklatot a Nagybőjt második felében. A bővebb programját majd máskor fogom ismertetni, de a hirdető táblán és a közösségi ház ajtaján olvashatjuk. 9 nap, ezért az árért, amiért biztosítják, valóban egy kedvező, máshol 6 napost tudunk ilyen árban találni. Főegyházmegyei családtalálkozó lesz október 27-én Kalocsán, ahol gyermekprogramok, színes programok is lesznek, az ebéd az érsekség ajándéka azoknak, akik előre bejelentkeznek. 3,5 évezred Bibliája címmel bibliatörténeti kiállítás tekinthető meg a Városi Könyvtárban 19-éig, és ehhez kapcsolódóan kedden délután 5-kor Grabarics Ágnes Ásóval a Biblia nyomában címmel előadást is tart. Mint láthatjuk, gyönyörűen halad templomunk felújítása, hála Istennek nagyon szépen, már az oldalfalak is lassan készen vannak. Nagyon köszönjük mindazoknak a támogatását, akik eddig is ehhez hozzájárultak. A héten a szentmisék a szokott módon zajlanak, hétfőn Avilai Nagyszent Terész, kedden Nagyszent Hedvig, illetve Alakok Szent Margit, szerdán Antiokiai Szent Ignác vértanú, csütörtökön Szent Lukács evangélista, pénteken Jerzy Bopjeluskó vértanú atya, szombaton, illetve a mise szándékot elfelejtettem, pénteken elhunyt Figuro Antalnéért, szombaton elhunyt Varba Istvánné erdélyi Ilonáért és szüleiért, jövő vasárnap pedig 10-es szentmise Sós család élő és elhunyt tagjaiért. Isten éltessen mindenkit, akinek születésnapja, névnapja lenne a következő héten. Nagyon szép vasárnapot kívánok, fogadjuk az Úr áldását. Az Úr kísérje a jubiláns házasokat és mindannyiunkat életünk során. Az Úr legyen veletek! És a lelkeddel! Áldjon meg benneteket az Atya Isten, őrizzen meg Jézus Krisztus, világosítson meg a Szent Lélek! Amen! Tekintsen le rátok jóságosan az Úr, és könyörüljön rajtatok, forduljon felétek kegyesen, s adjon nekik békességet életetek minden napján. Amen. Halmozzon el az ég minden áldásával, adja meg nektek bűneitek bocsánatát, hogy részetek legyen az örök boldogságban mindörökké. Amen. És titeket, mindnyájatokat, akik itt együtt vagytok, áldjon meg a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen.